2010-ben egy országépítő munkát kezdett el Magyarország kormánya, amit 2020-ban is folytatni kíván. Ebben az évben is a biztonság, a magyar gazdaság és a családok védelme a legfontosabb, kezdte évindító tájékoztatóját Nyitrai Zsolt, Engerés térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott. A tájékoztatón ismertette a legfontosabb idén megvalósuló pontokat. Az elsők között emelte ki a kormány elkötelezettségét a keresztény kultúra megvédésére. 2020-ban is kiemelt kormányzati cél a magyar városok és a magyar falvak támogatása. A kisvidéki településeken fontos az életminőség javítását célzó, a helyben élő emberek komfortérzetét javító fejlesztéseknek a támogatása. Például az, hogy a falvakat kisvárosokkal összekötő mellékút hálózatot fejlesztjük, felújítjuk több mint 400 km hosszúságban, és elindul egy új forma, egy falusi civil alap, amely civil szervezetek programjait fogja majd támogatni, mint egy 5 milliárd forintos keretben. Folytatódnak a kórház, az iskola és az útfejlesztések. Stratégiai célja Magyarország kormányának az, hogy az ország bármelyik településéről 30 percen belül elérhetővé váljon egy négysávos útszakasz. Sor kerül a kórházak várótermeinek, kórtermeinek és mosdóinak a felújítására is. Országszerte új nővérszállók épülnek majd. 2020-ban elindul a külföldi nyelvtanulási program, amelyben a 9 és 14. évfolyamos középiskolások részt vehetnek majd egy kéthetes ingyenes külföldi nyelvtanfolyamon. Az oktatás, a szállás és az utazás költségeit a kormány állja majd. 2020-ban szintén folytatódik a béremelés a közszférában. Idén is nő majd az ápolók és a védőnők bére. Januárban egy 14%-os, még novemberben egy 20%-os béremelésre kerülhet sor. Nagyon megérdemlik ezt a fajta béremelést, köszönet az ő munkájukért is. Szintén ebben az évben nő a szakképzésben dolgozó pedagógusok bére, mint egy 30%-kal, és folytatni kívánjuk a katonák és a rendőrök béremelését. Hozzátette, a nyugdíjasok várhatóan idén is kapnak nyugdíjprémiumot, ami a magyar gazdaság jó teljesítményétől függ. Továbbá egyszerűsödik az állampolgárokat és a vállalkozásokat érintő ügyintézés mintegy 700 ügytípusban. 2010 és 2019 között több mint 6000 kilométernyi útszakasz felújítása készült el Magyarországon, ami nekünk itt Egerben és Heves megyében a legfontosabb az az, hogy ebben az évben, 2020-ban nyáron már átadásra kerül az Egert az autópályával összekötő M25-ös út, nyáron már ezt használhatják a Heves megyei polgárok, illetve az ide látogató turisták. Ezzel egy több évtizedes álom válik valóra, amellyel az Eger-Budapest távolság biztonságosabbá és gyorsabbá válik majd a 2020-as évtől kezdődve.